Kaszkadőr jelenetek bemutatásakor gyakran ismétlik azt a figyelmeztetést, hogy hasonló produkciót, gyakorlat, megfelelő eszközök, előzetes számítások és biztonsági óvintézkedések nélkül nem szabad végrehajtani. A felvételeinken látható munkavégzés hasonlóan veszélyes, ezért ezt másolni otthoni környezetben nem szabad. A Normafa Park Látogató Központban akkor készültek ezek a képsorok, amikor a megbetegedett, illetve már teljesen elpusztult fákat vágták ki a különleges alpin technikával dolgozó szakemberek. A csoport vezetőjétől azt is megtudtuk, miként lehet felmérni azt, hogy egy fa elbírja-e az alpinistát, és egyáltalán milyen technikát alkalmazzanak a kivágásakor. Igazából ez fafaj függvénye is, tehát nem mindegy, hogy egy puha fáról vagy egy keményebb fáról, tehát milyen fafajról beszélgetünk, tehát a fafaj ismeret lényeges ehhez. Meg hát ugye a vizuális vizsgálata a fának. Ha van műszeres vizsgálat, az természetesen ez nekünk csak segít, de hát ugye általában, hogyha egy fára feljutatjuk ugye a mászókötelünket, akkor ezt ketten meg szoktuk terhelni. Ugye a két ember súlyát elbírja, akkor valószínű, hogy az egy mászónak a súlyát el fogja bírni. Most, hogyha ugye erre terhet is kell visszaeresztünk a fára, akkor már más a kérdés van, hogy rögzítjük több állományban lévő fához azt az egy sérült fát, és akkor úgy mászunk fel rá. Kérdéses, hogy egyáltalán magát a műveletet kibírja sokszor egy fa, tehát ezt azért jól átgondoltan kell csinálni ahhoz, hogy ne okozzunk sem kárt, sem esetleg emberi élet ne legyen veszélyben, vagy ne legyen baleset belőle, tehát nem csak a különböző tárgyakra kell vigyáznunk, hanem saját magunkra is elsődlegesen. Igyekszünk ezt maximálisan megtenni. A könnyebben hozzáférhető favágásokhoz éppen a veszélyes helyzetek csökkentése érdekében emelő kosaras technikát alkalmaznak általában, ám az olyan helyszínek esetén, mint például a Normafa Park Látogató Központ, az alpinista módszerrel dolgozó szakembereket kellett hívni. A feladatuk itt sem volt egyszerű. A látogatóközpont udvarán több fa is volt, amelyik az elmúlt évek során vesztett az életerejéből, illetve teljesen elpusztult. Ráadásul a kirándulók testi épségét és értékeket is veszélyeztettek volna, ha nem vágják ki őket. Itt 5 fát is érintett a beavatkozás. Sajnos olyan állapotban vannak, hogy indokolt a kivágása. Különböző okok miatt, gombásfertőzések, hasonlók, mindegyikről készült egyébként favizsgálat, műszeres vizsgálat, tehát megvizsgálták a fákat, igazából a 6 fából, vagy az 5 fából 3 darab az teljesen ki is van száradva, amit a kolléga éppen ott ki fog vágni, az egy gesztenye, amiben olyan mértékű a korhadás, hogy nem fenntartható így, hogy ne okozzon veszélyt, vagy esetleg kárt az épületben, vagy valamilyen turistában, vagy látogatóban. A közelmúltban az egyik sétányon is szükség volt a speciális beavatkozásra. Ott egy majd 200 éves kocsánytalan tölgyet vágtak ki, amely teljesen elpusztult, és a vihar már egy másik fának döntötte. A kivágásakor szembesültek vele a favágók, hogy már a gyökere is teljesen elpusztult. Ennek ellenére annak a fának a kivágásakor és a látogatóközpontban történt favágások alkalmával is voltak olyan kevésbé szakértő vélemények, amelyek ezeket a veszélyessé vált fákat is megtartották volna. Az ilyen kényszerkivágások egyébként rendkívül kevés fát érintenek. Ha figyelembe vesszük, hogy a Normafa Park területén majd 500 000 fa él, akkor az évente betegség vagy viharkár miatt kivágott alig 100 fa rendkívül kis hányadot képvisel. Ugyanakkor a park látogatói számára ez a tevékenység megteremti a biztonságos túrázás feltételeit. Több mint 10 éve az önkormányzat a kezelője a Normafa erdeinek. Ez 400 hektár megközelítőleg. Ezen a területen gyakorlatilag az elmúlt 10 évben 1 köbméter fát sem vágtunk ki gazdasági céllal, fokozatosan az erdőtervet is egyeztetve nemzeti parkkal, pilisi parkerdővel, akik ugye a környező területeket kezelik, átállítjuk nem fakitermelést szolgáló területté. Ennek persze megvannak a hátrányai is. Ugye ez az egyik leglátogatottabb, hanem a leglátogatottabb erdőterület, több mint 1 millióan keresik fel, nagyon közel vagyunk Budapesthez, de tényleg egy szép erdős terület. És ezért a fák egy jelentős része túltartott, hiszen a kirándulók, túrázók azt szeretik, ha minél nagyobb, minél látványosabb fák között túráznak, és sajnos sokszor ezek a fák elérik a biológiai életkoruk végét, de a lehető legutolsó pillanatig fenntartjuk. Gyakorlatilag folyamatosan ellenőrzik a kollégáim Főleg tehát hetente egyszer legalább minden turistaúton végigmegyünk, viharos idő, nagy esőzés, jegesedés után még pluszban ellenőrzünk, illetve valójában a turisták is nagyon gyakran tesznek bejelentéseket. A bejelentések a park dolgozói számára is fontos információkat tartalmaznak, ám a Normafát rendszeresen felkeresők apróbb változásokat is érdeklődve figyelnek. Így jutott el hozzánk több olyan jelzés is, amely szerint a látogatóközpont udvarán különös kék lámpákra lettek figyelmesek, amelyek sötétedés után villognak. A Normafa Park vezetőjétől megtudtuk, a kék villogók ez esetben nem az emberek számára jeleznek veszélyt. Különösen hosszú száraz időszakokban tapasztaltuk, hogy a vaddisznók belterületi részekre is bejönnek. Ugye itt a látogató központi park öntözve van, ezért sokkal lédúsabbak úgymond az itt lévő gyökerek, gumók, amiket szeretnek a vaddisznók. Ezért most kísérletképpen, hiszen ezeken a részeken nem kerülhet szóba vadászat, biztonsági okokból sem, de riasztó eszközökkel próbáljuk. Amit most próbálunk, ez egy éjszaka kék villogó fényt adó lámpa. Úgy látjuk, hogy egyenlőre bevált, tehát nem jöttek vissza a vaddisznók erre a területre. Ezzel próbáljuk, de vannak még ilyen ultrahangos és egyéb riasztó eszközök. Ezeket szeretnénk, ha beválnak, akkor az önkormányzatnak is javasoljuk, hogy a közeli parkokba ezt elhelyezzék, hiszen az állatok nem tudják, hogy ők most az erdőből belterületre érnek, és keresik számukra a csemegét, száraz időben a minél lédúsabb csemegét, és ez leginkább az öntözött területeken található.